Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nemrégiben volt egy beszélgetésem Cserpakovics András polgármester úrral, és ő megjegyezte, hogy egy várost a gazdasági élete mellett mindenképpen a kultúra és a sport minősíti, annak a minősége. És ezzel azt hiszem, hogy abszolút egyetérthetünk, és azért is választottam a mai beszélgető társamul Kaiser Tamást, a Médiacentrum sportszerkesztőjét, illetve felelős szerkesztőjét, mert már ugye nem csak sportszerkesztőként dolgozol, mert ahhoz, hogy eljussanak a sportsikerek az emberekhez, kivételesen fontos szerepe van a sportriportereknek, a szerkesztőknek, a Fehérvár Televíziónak egyik oldalról, és ma már a Fehérvár Médiacentrumnak. És ahhoz, hogy megismerjük ezt a munkát, és méltatlanul kevés szó esik magukról, a riporterekről, szerkesztőkről, úgyhogy ennek szerettem volna véget vetni ezzel a beszélgetéssel. Örülök, hogy itt vagy velünk. Én is örülök. Köszönöm a meghívást, Lajos. Ahhoz, hogy viszont a sportkötődéseidet megismerjük, ahhoz egy kicsit vissza kell menni az időben, hiszen nyilvánvaló, hogy egy fit, fiatal ember a sporttal kötelezi el magát az egészséges életmód mellett egykoron. Veled ez hogy történt? Miként választottál sportágat? Hát ez egy jó történet, mert magam sem emlékszem rá. Ugye nyilván, mint minden rendes családban, 4 évesen levittek minket az úszodába, hogy tanuljunk meg először nyilván vízbiztosan úszni. Nekem rengeteg energiám volt, tehát gyakorlatilag reggeltől estig mozogtam a nyári időszakban. Az iskola az mindig egy nehéz kérdés volt, és hát nem feltétlenül tartoztam a legjobb gyerekek közé, és hát kellett valami, ami leköti az energiánkat, mert az elején még nyilván nagyon sokáig a hugommal kéz a kézben jártunk gyakorlatilag, és akkor jött az ötlet, hogy ajánlottak édesanyámnak a 11. kerületben fönn Budapesten egyébként egy rendkívül kiváló edzőt, Maruti Péter személyben, ő 5-tus előkészítő csoportokat vitt, és akkor ott ugye úsztunk, néha futottunk, meg tornatermi edzések voltak, aztán annak vége szakadt, és állítólag, illetve hát kiöregettünk abból az előkészítő csoportból, és én állítólag láttam egy összefoglalót a televízióban, a Margit szigeten volt triatlon, diákolimpia, most országos döntő, vagy csak budapesti döntő, de nagyon-nagyon sokan voltak rajta, nagyon-nagyon tetszett. Nekem mondom ezt, azért mondom állítólag, mert nem, én tényleg erre nem emlékszem, ezt csak édesanyám meséli mindig, és így választottam ki, hogy én akkor ezt a sportágat akarom csinálni. Elkötelezett lettél? Egy idő után igen. Nyilván az elején, abban a pillanatban lettem elkötelezett egyébként, amikor, vagy rendkívül elkötelezett, amikor így elkezdtem érezni, hogy ebben van valami, ami úgy jó, tehát egy versenyen például úgy teljesítettem, hogy már látszódott valahol az eleje a mezőnynek, és akkor lettem igazán elkötelezett, amikor szólt az akkori edző, Mikó Károly, hogy akkor mostantól a délutáni úszós csoportot azt felejtsem el, és minden reggel 6 órakor vár szeretettel a kondorosi úszodában. Tehát gyorsan, nem volt kérdés, hogy megyek. Gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy. Szorgalmas is voltál? Eléggé. Mert ezt a sportágat másként nem lehet csinálni, mondom én. Igen, én azt gondolom, hogy szorgalmas voltam, bár mindig akartam tudni a mögöttes dolgokat. Ezáltal én sokat kérdeztem. A sok kérdés pedig sokan kekeckedésnek gondolják, és nem tudtam például a későbbi kerékpáros edzőmmel megértetni, hogy az, hogy én megkérdezem, hogy miért megyünk 180 kilométert mondjuk aznap, az nem azt jelenti, hogy én nem akarom megcsinálni, csak érteni akarom, hogy miért megyünk ennyit, és miért nem megyünk mondjuk, most mondok, amit 100 kilométer csak, de közben meg más jellegű munkát végzünk, mondjuk résztávozunk. Mai fejjel azt gondolom, hogy sok mindenben igazam volt, de hát nyilván. Igen, de az akkor tényleg ez különleges lehetett, hiszen ma a 21. század fiataljai így kezdik az egész történetet. A tehetséged meghozta az eredményeket, és fontos volt számodra, hogy mielőbb eredményes légy? Az, hogy mielőbb, azt nem tudom. Amikor megcsapott ennek a szele, onnantól kezdve azért igen. Tehát akkor én nagyon vágytam, és nagyon, nagyon, nagyon tudtam élvezni a sikereket,
meg a győzelmeket, és azt gondolom, hogy ezeket megfelelően is tudtam kezelni. Tehát sokakkal nyilván volt ebben egyfajta, ennek köszönhetően sajnos egyfajta elszállás, de nem a nagy képűség irányába, hanem picit inkább az, amire jobban oda kellett volna figyelni, hogy picit az edzés munka egy idő után. Volt egy rövid másfél éves időszak, amikor azt gondoltam, hogy hát nekem azért több minden belefér. Nem, ez nem. Viszont mondom, abban a tekintetben meg nem, tehát én nem váltam nagyképűvé, ezt a mai napig, hogyha régi társakkal találkozunk, akkor van pár, akik mindig fölemlegetik, hogy mondjuk hiába mentem a sor elején, és üldözött minket mondjuk egy olyan sor, aki végén mondjuk futáson, ez kerékpárról beszélek, végén mondjuk futáson veszélyes lett volna rám, ha volt benne barátom, akkor tudtam szurkolni. Ti voltatok a sportág zászlójövői, volt példaképed? Ez egy jó kérdés, hogy hát nyilván akkoriban mindenki, akkoriban egy emberről szólt az olimpiái, amíg ugye olimpiai sportág nem lett a triatlon, ugye Kropkó Péter nevét ismerték, és igen, talán mindenki Kropkó Péter akart lenni, de én nagyon szerettem, ugye hát akkor még internet nem volt, kimentünk külföldre, vagy valaki volt külföldön, hozott egy angol nyelvű szaklapot, és én például nagyon-nagyon szerettem Spencer Smith-t, aki egy karakterben hozzám hasonló sportoló volt. Nagyon szerettem benne azt, hogy ő is tudott baromi lazán versenyezni. Megcsinálta azt, hogy poénból döglött tegeret rakott a versenytársának a cipőjébe. Teljesítményben is, már nem, tehát nyilván nem értük el ugyanazokat a dolgokat, de hogy ugyanazok a dolgok mentek jól neki, mint nekem, úgyhogy így nagyon föl tudtam ránézni. Nem, ahogy én sem, ő sem volt a legtehetségesebb versenyzője a saját korosztályának, de akaratból nagyon-nagyon sok mindent elért. Tehát akkor ez rád is jellemző volt. De egyébként volt jövőképed, hogy mit szeretnél elérni, és mit kell ezért tenni? Volt. De azt gondolom, hogy ugye ma már talán ez sokkal jobban működik. Akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt, hiszen az elején, ahogy mondtad, hogy az egészséges életmód mellett. Még nem azért sportoltunk, vagy nem azért vittek el minket sportolni, mert hogy ez ömlött a médiából, hogy akkor egészséges életmód, hanem mert nálunk ez baromi természetes volt, hogy meg kell tanulni úszni, mondom utána, hogy le kell kötni az energiákat. Én azt gondolom, hogy ebben is nagyon sokat változott a világ, hogy hogyan kell, hogy motiválja magát, vagy motivációt találjon egy versenyző, és én azt gondolom, hogy ha a mai ilyen jellegű tudásommal, vagy csak akár a 10 évvel ezelőtt ilyen jellegű tudásomnak a birtokában vagyok 18-19 évesen, akkor talán még többet is elérhettem volna, mint amit elértem sportolóként. De akkor is volt, csak egy idő után be kellett látnom, hogy azért az akkori körülmények között az, hogy mondjuk én olimpikon legyek, az szinte lehetetlen volt. Egy álom volt. Miért hagytad abba? Illetve nem hagytad abba, azt tudjuk. De azért abba hagytam, mert én egyszer csak húztam egy vonalat, és amikor, hát van a vicc, amikor az idős Székely bácsi itt a 67 év házasság után megöli az asszonyt, és kimegy a körzeti megbízott, és kérdezi, hát 67 év, hát most ez a pár év, miért kellett ez? És mondja az öreg Székely, hát elég volt. És valahogy így voltam vele, és hogy elég volt. Mihez kezdtél ezt követően? Hiszen nyilván, aki versenyszerűen sportol, ráadásul egy ilyen sportágat űz, az hozzászokik a rendszerességhez, a mindennapokhoz, ahhoz a beosztáshoz, ami nagyon sokat követel egy embertől. Kinyílt a világ előtted? Nagyon, és sok minden, amit addig nem lehetett, azt megengedtem magamnak. Viszont nagyon-nagyon sok mindenben segített a sportolói múlt. Én utána nyilván elkezdtem dolgozni, azt tudtam valamilyen módon, hogy akarom, hogy legyen közöm a sporthoz, mert tényleg hát mindig az életem része volt. És amikor tényleg úgy, tehát amikor sportoltam, akkor mindig azt mondták, hogy ez majd micsoda egy tehát mennyivel másabb ember leszel, vagy mint azok, akik nem sportolnak. És amikor az ember ebbe benne él, és az élete nagy részét tényleg válogatott táborokban, akár a saját csapatán belül, akárhova menve, hétvégéket együtt töltve, ez nem tűnik föl. Amikor kiszakadtam a való világba,
És mondjuk elmentem az első igazi munkahelyemre, ami egy sportáruház volt, ott tapasztaltam meg, hogy mennyivel, milyen más az én gondolkodásmódom, hogy nem problémában gondolkozok és megoldhatatlan feladatban, hanem feladatban, amit meg kell oldani. És ez végigkísérte az életedet. Hála Istennek, hála igen. Istennek. Mikor dőlt el, hiszen azért ahhoz egy komoly elhatározás kell, tehetség mindenképpen, figyelem a hétköznapokra, mármint a sportos hétköznapokra, hogy a te igazi hivatásod, jövőd, mindennapjaid része a sportriporter kell legyen. Ehhez ez elhatározás volt, vagy hirtelen jött, vagy egy folyamat? Ez gyerekként, hát ahogy Somos Zoliék, én is gombfocit közvetítettem magamnak. Nekem az első olyan számítógépen például, amin ugye klasszikus focis játék ment, az olyan volt, hogy nem volt benne hangkártya, tehát nem volt hangja, nekem kellett közvetíteni. Nagy rengeteg sportot néztem gyerekként, tehát például 96-os atlantai olimpián nem volt olyan, szerintem versenyszám, vagy sportág, vagy közvetítés, amit ne láttam volna, vagy ne néztem volna meg. Ott én nagyon szerettem volna már ez lenni. Akkor ettől egy picit eltántorítottak, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy én azt gondolom, hogy például egy gimnáziumnak az lenne az egyik legfontosabb feladata, hogy mindamellett, hogy persze oktasson, képezzen, de megtalálni, 4 év alatt meg kellene találni azt, hogy az az adott gyerek az merre menjen. Merre menjen. És ez nálam például nem sikerült. Hát engem elküldtek, hogy menjek el testnevelő tanárnak, az a 3. hónap után, amikor a vonultatást gyakoroltatták, akkor azt mondtam, hogy ez egy baromság, én sem szerettem ezt, nem ez kell, hogy legyen, szerintem egy testnevelés óra tananyaga, és akkor azt ott hagytam. És nagyon érdekes, mert ma már nem nincs ugye, csak ismétlésben, egy győzike show-t néztem. Egy hétfő délután, vagy hétfő este, mert éppen nem volt jobb dolgom. És annak a végén a Station Voice-al így együtt elmondtam, hogy és akkor következik majd a Shoulder Club, és akkor fölültem, mondom, hoppá, hát én valamikor, ha nem is ez akartam lenni, egy Station Voice, vagy hasonló, hanem hogy újságíró akartam lenni, vagy riporter. És az egész már egy ilyen hosszabb, több hónapos gondolkozási folyamatnak volt tulajdonképpen a vége, mert több embert láttam a környezetemben, aki abból élt, amit szívesen csinálni. Szerintem az egyik legfontosabb dolog az életben, hogy olyanból kell élni, amit az ember szívesen csinál, mert akkor sokkal könnyebben kell föl. És végül is így lett. Tehát nosza a határozott személyiség, vagy azt tudjuk, azt mondtad, hogy már pedig akkor az enyém a sportriporteri pálya. Így, igen. Tehát az fölkeltem, kipattant az ötlet a fejemből, hogy akkor hogy én ez valamikor ez akartam lenni. Odaültem a géphez, megkerestem az iskolát, ahova aztán jelentkeztem. Ez volt november, decemberben felvételi, és januárban elkezdtem. Hittél magadban, ugye azt mondanunk se kell. És így is történt. Idestóva 10 esztendeje vagy itt köztünk. Így van. Az egy szeptemberben volt csoda 10. pillanat volt mindenképpen az első. Viszont még nem beszéltünk arról, ugye azt mondtad, hogy mindenevő voltál sport szempontjából, de voltak-e olyan sportágak, hogy amikor elkezdtél sportriporterkedni, azt mondtad, hogy ez kell, hogy az enyém legyen. No. Tehát csapatsport, vagy egyéni, futball, vagy kosárlabda, vagy kézilabda, vagy bármi. A kézilabda az mindig is nagyon-nagyon közel állt a szívem, mert nyilván focit mindenki akar közvetíteni, meg nyilván például 10 millió futball kommentátor országa is vagyunk egyebek mellett, de valahogy a kézilabda volt ez az a sportág, amire azt mondtam, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. Dinamikus, látványos. Én azt gondolom, hogy ez az a sportág, amiben tényleg hogy férfi-női vonalon jók vagyunk, férfi-női vonalon, színvonalas sportágról tudunk beszélni, hiszen azért a női kézilabda már túl volt azon a fázison itt a 2000-es évek közepére bőven, hogy komoly elismert sportággá vált. Mielőtt arról beszélnénk, hogy a sportágokról, személyiségekről, sikerekről, azért fontos kérdés, hogy miért Székesfehérvárt választottad. Egy őspesti, fontos volt, hogy Székesfehérvár sportvárosa is? Ezzel én nem gondolkoztam. Eleve, amikor én ugye triatloloztam, akkor nyilván Európát, meg Magyarországot aztán bőven keresztbe kasul bejártuk, és az már közben megfordult a fejemben,
például, amikor Tiszaújvárosban voltunk válogatott edzőtáborban, hogy mennyivel könnyebb és emberléptékűbb egy olyan városban élni és mondjuk edzeni, vagy dolgozni, hiszen nekünk akkor az volt a munkánk, az ember föl kell, megmossa a fogát, és elsétál 10 percet az uszodába. Míg nekem mondjuk 20 percet kellett egyáltalán a hajnalban autózni azért, hogy az uszodába eljussak, a délutáni edzésekről ne is beszéljünk, amikor másfél órát utaztam be a városba, másfelett vissza, hogy ez mi időt elvesz az ember életéből. És nekem akkor volt egy ilyen a fejemben, hogy egy vidéki, élhető nagyvárosban kipróbálnám az életet magát. Zárójelben mindig azt mondom, hogy Pesten születtem, de gyárilag soproni vagyok, mert rengeteg időt töltöttem Sopronban a nagyszüleimnél, ott az hasonló léptékű város. És amikor én úgy kerültem ide, ugye, hogy a Németh Zolika adott föl még egy hirdetést, hogy sportriportert keresnek, és úgy voltam vele, hogy Fehérvár azért Budapesttől nem egy távolság, egy élhető város, sportváros, miért ne? Tehát nem volt bennem, és igazából, amikor itt volt a casting, akkor a Zolika kérdezte, hogy lejárnék, vagy költöznék, én nem is gondolkoztam rajta, mondtam, hogy jele költözni. Tehát sokat köszönhetünk Tiszaújvárosnak, ugye ez 2000-ben volt az a Junior Európa Kupa többek között, valamikor akkor. No, tehát akkor székesfehérvári lettél. Egy kicsit beszélgettünk két gyönyörű Kaiser kicsi lányról. Nem olyan kicsik. Most már nem kicsik, de igen. Az rendkívül felelősség gyermekeket nevelni, ez nyilvánvaló. Tehát minden bulvárt félretéve nagyon fontos, hogy ők egy olyan apát lássanak, akinek céljai vannak, akinek határozott elképzelései vannak, mert minden apa szerethető, de azért mégiscsak jobb. Motivált téged az, hogy sikeres légy sportriporterként ilyen értelemben, családi szempontból? Ez jó kérdés. Inkább az motivál velük kapcsolatban, hogy olyan példát rakjak le eléjük, amiből abban a tekintetben tudnak kamatoztatni, hogy milyen... Tehát igazából én emberként gondolom azt, hogy próbálok mindenféle esendőséggel és emberi gyarúsággal együtt olyan példát állítani eléjük, hogy hogyan kell bizonyos dolgokhoz az életben viszonyulni, a kötelességtudat, a feladatok, amiket el kell végezni, meg kell oldani. Én azt gondolom, hogy ha most mit tudom, tetőfedő bádogos lennék, vagy nagy vállalkozó, akkor sem feltétlenül abban motiválnának ők, hogy én ebbe mondjuk sikeres legyek, hanem hogy úgy olyannak lássanak, amilyennek egy apának, vagy egy apát látni kell talán. Ez nagyon nehéz megfogalmazni. Tehát az sose volt bennem, hogy én most azért legyek jobb, mert ők, hiszen nem sokat, őket az a sport nem, a sportvilága annyira nem érintette meg. Az, hogy tudják, hogy én mivel foglalkozom, hogy mondjuk mikor, mennyit dolgozom, hogy értük teszem, vagy értük is teszem, az azt gondolom, hogy fontos. Mikor lettél székesfehérvári? Amikor azt mondtad, hogy teljesen fehérvári vagyok immáron, azon túl, hogy természetes, hiszen gyorsan fehérvári lettél sport szempontból, hiszen fajsúlyos feladatok vártak rád. Szerintem én nagyon hamar. Tehát azt azért sokan tudják rólam, hogy ilyen zöld-fehér érzelműként kerültem ide le. Tehát a Ferencvárosa a szívemben, de például gyakorlatilag az első Albafehérvár-KC-Ferencváros mérkőzésen én már az Albának tudtam szurkolni. Nyilván női kézilabdáról van szó, tehát mondom, kézilabda közel áll hozzám. Rögtön az első meccsek egyikei az női kézilabda volt, amit közvetíthettem. Jó kapcsolatot tudtam kialakítani már az elején az akkori vezetőedzővel, az akkori játékosokkal, tehát így érzelmileg elköteleződtem, és ez mind sokat segített abban, nyilván amellett, hogy a kollégákkal milyen volt, vagy milyen lett a viszony. Én szerintem ez nagyon hamar végbe ment ez a folyamat, és lehet, hogy már sokkal régebben elindult, mert nagyon érdekes, mert volt egy jó pár évvel ezelőtt a közösségi médiában ugye ilyen kihívás, hogy
5 régi képet kellett azt hiszem magáról az embernek kiraknia, és akkor meghívni másokat. Na mindegy, nem is az a nyelv, találtam magam egy régi fotót, ami itt, ahogy a Bregyóhoz kanyarodunk be, és akkor még nyilván nem volt sem kodolányi apartmanház, sem mellette az új építésű ház. Talán ugye akkor még Kistrombitás volt? Igen. A Kistrombitás állt, és akkor éppen futok be a célba, hogy itt kismaratoni magyar bajnoki címet szerzek, mert akkor oda volt a befutó. Tehát lehet, hogy sokkal régebben elindult, és a sors valahogy így akarta. Igen. Tehát a sportszerkesztőség működött, azóta változott némiképpen ugye a struktúra a Fehérvár Médiacentrumban. Ugyanakkor te is változtál, hiszen számtalan olyan sportágat kezdtél el elindítani vezetőként, ami nagyon fontos hétköznapokon is, és versenyport szempontjából nem különben, tehát gondolok itt a triatlonra, foglalkozó tenisszel, rengeteg olyan futóverseny van, amely felett mellett bábáskodsz, és hát tulajdonképpen olyan sokszínű a tevékenységet, hogy ez hogy jött. Tehát a triatlon az alapvetés. Az így van, az mindig is motivált, hogy legyen közöm valamilyen úton, módon a triatlonhoz a későbbiekben is, miután én ezt ugye abba hagytam. Azt gondolom, hogy annak a sportágnak van alapvetően jövője, amely eladható a televízió számára, az amatőrök széles körben tudják űzni, és van mögötte egy elég erős utánpótlás bázis. Ebből a háromból egy nincs meg, ott mindenféleképpen el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy milyen irányba kell elindulni, mert különben előbb-utóbb a mai kegyetlen világ megeszi azt a sportágat. De nem csak ezért szeretem a triatlont, hanem mert tényleg azt gondolom, hogy tényleg csinálni is jó, helyszínen néz nagyon jó, televízió szempontjából szerintem van még rajta mind gondolkozni. Hogy ezek egyébként így mindig jöttek, hogy megtaláltak, hogy most akkor hogy segítsek, mint sajtós ebben vagy abban, vagy menjek el speakerkedni, és én baromira nem bírom a monotonitást. És ezek a dolgok, akár tényleg az, hogy ugye a Kiskut Teniszklubnál is segítek, az, hogy futóversenyeket rendezünk, vagy futóversenyekre járok speakerkedni. Ez mind sokszínűbbé teszik az én életemet, és bár sokszor fárasztó, meg azért egy-egy verseny előtti időszak, amikor tényleg az engedélyeztetés zajlik, megérkezik-e időben, ez vagy az, tényleg a rajt pillanatáig, hogy a pályázás sikerül-e, azért az elég stresszes, de én nagyon-nagyon tudok töltődni ebből a stresszből is, amikor ez ilyen adrenalin löketet ad az embernek, és utána baromi jó érzés visszanézni arra, hogy persze, voltak nagyon nehéz pillanatok, főleg itt azért a Covid alatt voltak, de ebből lehet nagyon-nagyon táplálkozni a szürke hétköznapokon. Tehát ennek ez az oka, én azt gondolom, hogy csomó mindenre igent mondok, hogy én szeretem azt, hogy sokszínű az életem. Nem minden a csillám, meg az érem átadás, hanem vannak köztes időszakok is, amikor fel kell készülni a csillámra és az érem átadásra. Igen. Tehát nyilvánvaló. Egyiket ma már a csillám, meg az érem átadás engem kevésbé érdekel. Hát én nagyon-nagyon nem szoktam magamat ilyen tekintetben előre tolni, hogy most bármilyen részt vegyek. Vannak kedvenceid itt Fehérváron? Mármint sportolók, olyanok, akikkel szívesen beszélgetsz, akiket szívesen propagálsz, hiszen ők nagyon sokat tettek azért, hogy Fehérvár sportváros legyen. Ti is természetesen. De akik különösen figyelemre méltóak. Én azokat a sportolókat szeretem, és most nem is biztos, hogy fogok nevet mondani, akin tényleg azt érzi az ember, hogyha nem csak te, mint újságíró, hanem mondjuk az 5 éves kisfiú is oda megy hozzá, akkor szívesen elbeszélget vele, és nem kötelességből. Azokat a sportolókat szeretem, akik intelligensek, akiket valóban lehet beszélgetni, akiket nem csak
akik nem zsoldosok, hanem azért csinálják, amit csinálnak, mert szeretik, persze megfizetik, és ez teljesen jó. Erről ejtettem már szót, hogy ez tök jó, hogyha valaki abból tud élni, amit csinál. Aki nem csak saját magáért csinálja, hanem tényleg egy közösséget, akit hogyha hívnak mondjuk egy jótékonysági eseményre, akkor jön. És a sport ilyen tekintetben is nagyon-nagyon őszinte. Én azt gondolom, hogy az egyik legőszintébb dolog a világon, hiszen a belefektetett munka végén kijön, vagy nem jön ki, hogyha nem fektettünk bele eleget. És a sportvilága is ilyen, hogy vannak sztárok, akiket adott esetben imádunk, és amíg nem találkozunk velük, addig nem derül ki róluk, hogy valójában milyen emberek, és sajnos van ebben kellemetlen élmény is, csalódás is, és van persze nagyon-nagyon végtelenül pozitív. Hát nem akarnék én neveket mondani, mert azok közül is biztos kifelejtenék jó néhányat, akiket nagyon szeretek, és nem mindenkit ismerek úgy, nem akarok én senkit megbántani, de az ilyen típusú sportolókat szeretem. Mi itt mindannyian tudjuk, mindenfajta bulvár nélkül, hogy boldog időszakát éled az életednek. Ez nagyon jó. Milyen a jövőképed? Hát ezen gondolkozom most. Én nem szeretek így, bár 10 éve itt vagyok már, de még egyszer mondom, hogy emellett nagyon-nagyon sok mindent tudtam csinálni, ami a sportújságíráshoz kapcsolódik, vagy az újságíráshoz, vagy a sporthoz. Most már egy ideje ilyen gondolkodó időszakban vagyok. Én azt hiszem, hogy talán ez nem véletlen, hiszen ma holnap 40 leszek, és azért valami nagyot még akarok csinálni, és még mindig nincs meg, hogy mit. Nincs kétségem felőle, hogy meg lesz az rövidesen. Mindenesetre én szurkolok és hiszek benne. Történjék így. Köszönöm, Tomi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Kaiser Tamás volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.